Na szevasztok és sziasztok, én Salátok itt, zárvok is üdvözlök titeket a csatornámon, és üdvözlök titeket a YouTube-on. Máma azt terveztem, hogy ugye, hát most nem tudom, nem látjátok a címét, bár hát lejjebb tekerem. Itt van, hogy ugye őszintén miért nem videózok mostanság sűrűbben, ez Benny Povától jött ez a videó, és hát ez elég érdekel engem, és hát azt gondoltam, hogy miért megnézném egyedül, inkább bekapcsolom a kamerát és megnézem veletek, hogy akkor most együtt kiderítjük, mondjuk már 117 ezeren látták, szerintem már sokan tudjátok, hogy mi az oka, de én most akkor megnézem, hogy akkor őszintén miért nem videózok mostanság sűrűben, szóval hogy miért nem videózik Benny Pova mostanság sűrűben, erre fogok most reagálni, nem lesz itt semmi epikus, hogy több lesz belőle, vagy ilyesmi, majd olyan is lesz, de nyomában a következő részt, azt már tervezem, csak az eléggé időigényes videó, és hát azért annyira nincs kedvem hozzá, de majd. És srácok, amúgy még mielőtt elkezdődni, lenne egy bejelentésem, léci, ne ugorjátok át, mert ez fontos. Szóval, meg az ibetünk tudok szavazni, szóval, hogy legyen egy livestream, srácok, hogy akkor, ja, hogy most akkor tervezek, hogy egy livestreamt, és hát akkor, hogy nektek mikor lenne jó, hogy, ja. Szóval, hogy legyennek a livestreamek, hogy például Spanning My Life-val, nem tudom, a Blokkes MC, vagy Blokks MC-n ugye játszak, vagy például a városépítésnél legyen egy live, akkor sokkal előrébb jutnánk, vagy az egy blokkos szigeten, vagy csak úgy, nem tudom, például GTA, vagy ilyes, bár, szóval, ahol a GTA-t, azt még meg kéne akkor venni, nem mindegy. Szóval akkor, ja, írjatok ötleteket, meg szavazzatok, hogy akkor legyen live, vagy ne legyen, vagy mi legyen, vagy hogy legyen, vagy nem tudom. Mindegy, kezdjük is el, akkor a videót, kíváncsi vagyok, hogy akkor most mit szól hozzá Benny Pova, hogy akkor miért is hagyta abba így, vagy hát miért nem csinál sűrűben videókat, na, nézzük. Amiről még egy pici említést szerettem volna tenni, és nem akarok erre egy külön videót, hogy miért vagyok annyira inaktív mostában minden felületen. Én rájöttem, hogy amúgy miért. Na. Bármennyire nem kéne, és bármennyire hülyeség, és el kéne felejteni ezt az egészet, de én úgy gondolom, hogy kicsit a fogszabályzom tehet róla. Tényleg? Aha. Nem tudok annyira megnyílni, és annyira magabiztosan kamera, vagy fényképezőgép elé állni, és úgy érzem, hogy ez szerepet játszott abba, nyilván ez kifogás, írhatjátok, hogy kifogás, lusta volt, stb. Megértem, írjátok nyugodtan, én ezt most magamnak mondom, lehet, hogy már nagyon sokatok el se jut ide a videóig, mert általában olyan felénél kiszokták nyomni, hanem ezt most így, tényleg ez egy ilyen, hogy mondják ezt, ez a... Őszinteségi roham? Nem, ez a ez a megvilágosulás. Önismereti krízis, megvilágosulás, valami ilyesmi. Úgyhogy aki idegeizett, az tudja, hogy erről van szó. A jó hír ezzel kapcsolatban, hogy másfél hét múlva leveszik a fogszabályzómat. Na, akkor ki fog derülni, hogy ez csak egy nagyon gagyi kifogás volt-e, vagy tényleg volt-e valami igazság benne. Kiderül hamarosan. Arról majd lesz egy külön videó, csináltunk ilyen before-after képeket, illetve elmesem a tapasztalataimat. Nyilván ezt is bele fogom mondani, mert az előbb elmondtam nektek, hogy igen, ott van az a hétköznapokban, hogy van egy vasdarab a szádban, és lehet, hogy kicsit cikinek érzed néha, hogy beszélsz. Nem kéne, tehát ez egy hülyeség, ez az én hülyeségem, és hál' Istennek azt olvasom, hogy az emberek csak 50%-a van így, én sajnos ebbe a 50%-ba jutottam bele. Szóval azt mondja, hogy nem olyan magabiztos a kamera előtt, és már nem tudja így önmagát adni így a kamera előtt, hogy már nem tud úgy videózni, mint régebben. Hát néha én is azt gondolom, hogy nem...
tök bénák a videóim, amiket napi felrakok, de aztán valahogy mégis tetszik nektek. Mondjuk szerintem mostanában már nem annyira jók az értékelések, mint régebben, nem tudom, mert nagyon régen még az akkor sem voltak jók. Nulla feliratkozónál, na mindegy. Srácok, ja, akkor lesznek live-ok, azt terveztem, hogy nem tudom, hogy minden hétfő meg szerdán. Lehet, hogy aztán végén mégse lesznek live-ok, viszont ennyi lett volna ez a videó. Gondolom nem tetszett, de ha mégis csak tetszett, nyomj egy lájkot, ha nem tetszett, akkor is kommentel, mentem, és szóljál másoknak is, hogy iratkozzanak fel, hogy többen legyünk. Viszlát és...